Sokan fordulnak segítségért az egészségfejlesztési iroda szakembereihez. A legtöbben életmódjukon szeretnének változtatni. Ehhez egy állapotfelmérésen kell átesnie a jelentkezőnek. A vérnyomásmérés és két kérdőív kitöltése után már képet lehet alkotni az emberek egészségi állapotáról. Napjainkra jellemző a mozgásszegény életmód. Ezen kíván változtatni az iroda 20 próba az egészségért programja. Itt a helyszínen van egy sportoktatónk, aki még feltesz olyan kérdéseket, hogy mit szeretne megcélozni az egyén, és annak függvényében kiválasztják a megfelelő sportot, és akkor egy hónapon belül 4 alkalommal el lehet menni ezekre a sportokra. Az egészséges táplálkozás is legalább olyan fontos, mint a mozgás. Az irodában dietetikussal is van lehetőség konzultálni. Télen a szervezet kimerül, ilyenkor még fokozottabban oda kell figyelni arra, mit is eszünk. Kevés olyan friss élelmiszer van, ami hozzáférhető, de például az alma, a sárgarépa, a káposztaféle nagyon jól beilleszthető az étrendbe. A savanyú káposztából is nagyon sokféle étel készíthető, ezeket javasoljuk fogyasztani. Természetesen a mélyhűtött mirelit készítményeknek a vitamin tartalma is jelentős. Az egészségfejlesztési iroda minden nap várja a jelentkezőket a Karolina Kórház földszintjén reggel 8-tól délután 4 óráig.